Péntektől készül a hóágyúzott sípálya, a sátor aljaújhelyi Magashegyen is. Az ország összes síterepén várták már a tartós hideget, hogy elindulhasson a műhógyártás és megfelelő pályákat tudjanak kialakítani. Így van ezzel a Zemplén Kalandpark is, akik először az egyes pályára koncentrálva készítik a pályát. A terv az, hogy hétvégére megnyitják a sportolók előtt a Kalandpark síterepét. Addigra a szánkópályát is behavazzák, amit a nyár folyamán kialakítottak. Azóta éjjel-nappal hóágyúzzuk a pályákat. Nem megfelelő természetesen, vagy nem ideális egészen pontosan a hőmérséklet, hiszen igazán jó minőségi havat egy ilyen mínusz 6 fok alatt tudnánk gyártani. Viszont ettől függetlenül az alap elkészítése már megindult, és most nagyon úgy néz ki, hogy akár hétvégén elindulhat majd az egyes pálya. A hétvégén is sok kiránduló ment a szabadba, kíváncsi volt a hóra, ami a környékünkön csak itt van. Ki gyalog, mások autóval közelítették meg a hegyet. A megfelelő síterep elkészítése miatt a pályát tilos megközelíteni addig, amíg hóágyúzás van. A kirándulóknak már a hétvégén felhívták erre a figyelmét, ahogy arra is, hogy a parkoló alacsony kapacitása miatt inkább gyalog vagy libegővel közelítsék meg a hegytetőt. Elsősorban türelmet szeretnénk kérni a kedves vendégeinktől, amíg meg nem nyitjuk a sípáját, illetve a sátoralja új helyen a hóágyúzott és atrakolt szánkópályát is, amelyet majd ingyenesen fogunk a vendégeink rendelkezésére bocsátani. A Kalandpark középső állomásán a megfelelő sportélmény miatt kisebb átalakítást is elvégeztek. A síiskola területét megnövelték, a beléptető kaput áthelyezték. A részletekről és a pályanyitás feltételeiről a hétvégén tájékoztatjuk majd nézőinket.